Nekem nagyon tetszik. Bevallom őszintén, nem néztem. Hogy tetszik önnek? Mondaná van kis véleményt róla? Hát majd kér, akkor nem az első nap mond az ember véleményt. Nem láttam. Egy percet se nézett bele? Hát, nagyon keveset szoktunk tévét nézni, úgyhogy nem láttam tényleg. Délelőtt programjaim voltak, utána pedig egy családi programom volt. Mi tetszik benne a leginkább? A hírcsatorna tetszik, hogy napra készen tájékoztatja az állampolgárokat. Lendületes, lüktető, néha egy-két baki előfordul, mint ahogy általában minden új műsornál, ugye ez szinte természetes. De én sok sikert kívánok a kollégáknak. Nagyon szép a díszlet, nagyon csinosak a fiúk, nagyon csinosak a lányok. Egyébként arról legalább hallott, hogy mi történt ott tegnap? Hát, hogyha engem a múlt héten megkérdeztek volna, hogy például önök fognak-e gúnyolódni az M1-en most hétfőn, akkor biztosan igent mondtam volna. Van már kedvenc műsorvezetője? Mindegyik nagyon kedves. De melyik a legszimpatikusabb? Nem fogok vételt tenni. Nekem mindegyik nagyon kedves. Hogy tetszik az M1 új műsora önnek? Hát nekem az a rasszista nem tetszik, amit a HVG-t mondtuk mostanában megüt. Levezetni, hogy ez mitől volt rasszista? Hát itt nyilván egy cigány származású emberről ilyesfajta cikket közölni. Nyilván. Én azt hiszem, hogy ez eléggé. Jó lenne a HVG is ez ügyben valami tisztelgyelt hozna. De levezetni, tehát, mert ezt sok helyen lehetett volna levezetni. Hogy... Sokan levezették ezt már az De ön például levezetni? Hogy a közmunkásból egyből következik a cigányra? Nem, az a hangvétel, ami abban az írásban volt. De mi volt konkrétan? A dizájnja nyilván, hogy egy újszerű összám, majd kialakítják. És mondjuk tartalmilag ön elégedett vele? Ha az ember valamivel elégedett, akkor nagy bajban soha ne legyen elégedett. Hogy tetszik az M1 új műsora? A HVG.hu-nak azt tudom üzenni, hogy én egy nyíltan rasszista portálnak nem jelentem. Levezetni ezt, hogy mitől rasszistán? Azért, levezetni? Mert aki miből cigányozik... Következik? De miből, aki, hol volt abban a cigányozás? Van egy Buba Mara című kiváló darab a 8. kerületben. Azt néztem meg hétvégén a gyerekeimnek. Azt javaslom önöknek is, hogy menjen el a HVG szerkesztősége oda, és nézzék meg egy az egyben. Én meg azt nyíltan kérem, rasszista, hogy vezesse le. Önnek nem hiányoztak a külföld hírei egyébként a tegnapi adás folyamból? Érdekes módon, hogy engem az érdekelt, hogy mi van az országban március 15-én. Valahogy nem. Valahogy ez fel sem tűnt. Fel sem tűnt önnek, hogy nincsenek külföldi hírek? Nem tűnt fel. Nem tűnt fel, viszont nagyon szép volt a megemlékezés. Az, hogy mennyire készültek rá a határainkon belül és határainkon kívül, ez nagyon felemelő volt. Na jó, de hát hogyha önök se nézik, akkor kinek készül ez a műsor? Hát nézze, hogyha az lenne a kérdés, hogy ha csak nekem készítenének tévét, akkor valószínűleg az összes televízióadás csőzbe menne. Bízik abban, vagy legalábbis szinte biztos abban, hogy ez a 80 milliárd, amiben a közmédia kerül, hírcsatornástól, mindenestül megéri az adófizetőknek. Hát nézze. Igen vagy nem? De most megint úgy tesz fel egy kérdés, mintha ez igen vagy nemes kérdés lenne. Közmédia mindig volt. A lényeg az, hogy a közmédia mindig is pénzbe került. Ha most azt kérdezi, hogy megéri-e, hogy a közmédia pénzbe került, szerintem ez egy értelmetlen kérdés. Ön szerint az a pénz, amit abból a 80 milliárdból költenek el, amit az állami televízió kap évente, megéri egy ilyen csatornát fenntartani, annak ellenére, hogy egyébként nem nézi meg gyakorlatilag senki? Hát ezt ön mondja, hogy nem nézi meg senki. Ma jelentek meg a mérések, tehát hogy így volt, amikor 0% volt a nézettsége. Szóval, mert még lehet, hogy kevésbé ismerik az emberek, meg vagyok róla győződve, hogy legalább akkora nézettsége lesz, mint a BBC-nek.